Már az első napi rendi pontok éles vitát váltottak ki az ülésteremben. A mozgalom a polgári szabadkáért frakció szerint nem kellőképpen valósult meg a 2017-es évi költségvetés. Azok a fontos projektumok, amelyek ennek a városnak a szempontjából, a jövője szempontjából fontosan lesznek, azok rendre nem lettek megvalósítva. Óriási pénzekről van szó, például a Népszínház építéséről több mint 300 millió dinárt kapott a város, egy dinárt nem sikerült elkölteni neki, vagy megvalósítani a projektumokból, habár 2016 ősze óta dolgoznak rajta. A Vajdasági Magyar Szövetség nem vett részt a vitában. Szabadka város tervezett költségvetése a 2017-es évre valamivel több mint 6 milliárd dinár volt. Ezt februárban fogadta el a képviselőtestület, mondta Nágel János. A VMS frakció vezetője hozzátette, ebből az elképzelések az elmúlt 9 hónapban 4 milliárd dináros összegben valósultak meg. A második napi rendi pont alatt módosították az idei költségvetést, 550 millió dinárral csökkentették. Nem azért történt meg, mert valamelyik projektumok kilettek hagyva, vagy valamelyik projektumok nem valósulnak meg, hanem pontosan meg van indokolva az anyagban, hogy ez miért történt. Azért történt meg, mert a Népszínház 7. fázisának a befejezése az, tehát csak a befejezése áttolódik a következő évre, amikor a kifizetés történik, ugyanez vonatkozik a vegyészeti középiskolára is, és még néhány más projektumra, amelyek Palicshorra vonatkoznak, mint a nagyterasz építése, vagy a nyári színpadnak a kiépítése. Bogdán Labán Szabadka polgármestere kijelentette, elégedettek az eddigi megvalósított tervekkel. Prélív iz Republike Pokrajine Konstantan, ono što moram da naglasim, što je bila jedna od primetbi, da je realizacija u toku. Normalno je da je jedan deo plaćen po okončanim situacijama, a drugi deo će biti plaćen početkom godine. Másik fontos tételként a határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező önkormányzati alkalmazottak maximális létszámának meghatározása szerepelt a napirenden. Ez érinti a helyi közösségekben dolgozó titkárokat is, ugyanis egyes helyeken megszüntetik ezt az állást. A témáról részletesebben a Pannon Televízió közügyek című műsorában hallhatnak.